Kedves pedagógus kollégák, kedves gyerekek, tisztelt vendégeink, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, kedves minnyájatokat a Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei irodája nevében. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a sajtó képviselőit is. Nagyon nagy öröm számomra, hogy immár második alkalommal kerülhet sor erre a mai rendezvényre. Az elsőre talán még emlékezhetünk, körülbelül egy évvel ezelőtt volt. Ugyanúgy ennek a projektnek, ennek a pályázatnak keretében megrendezett úgymond nyilvános nap, egy nyílt nap, ami egy kicsit a pályaorientációt segítheti számotokra, illetve mindnyájunk számára pedig nagy érdekesség, hogy olyan embereket ismerhetünk meg a mai nap folyamán, akik azon a területen dolgoznak, mondhatom több éve, talán már több évtizede is, amit éppen ezeken a műhelyeken ti tanulhattok. Én erről többet nem is szeretnék beszélni, én nagy szeretettel átadnám a szót egyrészt a kreatív műhelyeket vezető tanároknak, nem tudom, a sorrendet egymás között megbeszélték-e, de ugye három kreatív műhelyről beszélhetünk, az építészeti körről, aztán a Göcsei kerámiáról, a Göcsei kerámia műhelyről, illetve Göcseihet és zenekincsét feldolgozó kreatív műhely. Én akkor nagy tisztelettel kérem, hogy akkor az építészeti körrel kezdjük meg. Először is úgy gondoltuk, hogy magáról, a foglalkozásokról szeretnénk néhány szót hallani.